sziasztok, én Magyarorsi Csaba vagyok, és az Egy nap a városban vlog mai adásában. Azt mutatom meg nektek, hogy mit érdemes megnézni egy nap alatt Berlinben. De ha nem siettek nagyon, ez a program egy hétre is elég. Társaim lesznek Dóra, a feleségem, aki a legutóbbi forgatáson megsérült Robi helyett ugrott be, valamint András, a Vodafone egy szülinapi nyertese, aki ezt az utazást kérte a Red asszisztensektől szülinapi ajándékba. És Bájos barátnője Dóri. Lesz itt kavarodás. Na gyertek! Szóval Berlin. A város, ahová lehet, hogy eddig be sem tetted a lábad, és nem is szerepelt a listádon, pedig minden haverod, aki ott járt, mondta, hogy ez nagyon, de nagyon jó hely, amit meg kéne nézned, és tényleg. Nincs még egy olyan izgalmasan változó, növekvő, alakuló metropolis Európában, mint ez. Nem hagyományos értelemben szép, annál is több. Ciki kimondani ezt a szót, annyira el van koptatva, de lüktető. És annyira egy város sem történelmi, mint ez. Olyan izgalmasan. Mert meséltek én nektek 14. Lajosról Versailles-ban, de valószínűleg váratlanul majd álomba merültök. Vagy mindenféle Fülöpökről Spanyolországban, de csak zavartan elkezditek nyomkodni a telefonotokat, vagy túrni az orrotokat. Viszont hát ez itt, értitek, ez a berlini fal itt mögöttem, hogyha 30 évvel ezelőtt ilyet csináltam volna Európa közepén, akkor simán szitává lőttek volna, most meg kelet, nyugat, kelet, nyugat, kelet, nyugat, vagy azt se tudom melyik, tök mindegy. Szóval gyors áttekintés. Ez Németország fő és 3,5 millió lakosával a legnagyobb városa, aminek a sztoria az 1200-as évekig nyúlik vissza, és aminek a neve a szláv Berl mocsárszóból származik. Mert ő szlávok is éltek itt, mielőtt a germánok kisajátították volna maguknak a területet. Sokáig ez volt a brandenburgi választófejedelem fővárosa. Ugye Németország az 1870-es évekig lényegében nem is létezett, csak ilyen hercegségecskék voltak a helyén. Aztán 1871 óta ez Németország fővárosa, függetlenül attól, hogy annak mi az államforma és hány darabban van éppen. A császárságé, a Weimári köztársaságé, a harmadik birodalomé, az NDK-é és az újraegyesített Németországé is. És ez az, amitől annyira hihetetlen Berlin. Az elmúlt 150 évben oda meg visszament rajta a történelem, sőt, nagyon sokszor maga a város csinálta a történelmet, tele sötét korszakokkal, meg rohadt szemét diktatúrákkal, és mindebből a romhalmazból valami hihetetlenül szabad, liberális, jó hangulatú város született a 21. században. A város régi történelmet tele van izgalmas helyszínekkel, de a legrégebbi dolgokat a Perkamon múzeumban találod meg, ahova konkrétan elhozták az Istár kaput. Eredetileg ugye ez volt Babilon városkapuja. Babilon meg baromira nem itt volt, hanem a mai Irak területén, amiről Herodotosz írt borzasztó izgalmas dolgokat. Például jó 2500 évvel ezelőtt ez volt a világ legnagyobb városa 200.000 lakossal, a tartomány helytartójának 800 csődöre és 16.000 kancája volt. Mázis a csődörök, mi? Hogy a város olyan nagy volt, hogy amikor az egyik végében harcok folytak, a másikban még bőven mulattak, és hogy a házasság a piacon folyt. Aki a legtöbbet fizette a széplányért, az vihette haza. Csúnyáknál meg az nyert, aki a legkevesebb hozománnyal elvitte a lányt. Furcsa egy világ volt ez, a perzsák jól el is foglalták. A kapu azonban már jóval később az 1930-as évekbe került ide, ahol egyébként egy rakás, baromi érdekes dolog van, például egy Zeus oltár, meg egy komplett római kori városkapu. Bazi nagy! Innen már csak egy köpés a berlini dóm, ami szintén kihagyhatatlan program, bár olyan, mint a legtöbb hasonló magyarországi műemlék, baromi réginek tűnik, de egyáltalán nem az. A dóm előtt állva és a segedet vakargatva azon kezdesz el gondolkozni, hogy ez reneszánsz vagy barokk, a 16. században épült vagy a 18-ban, de baromira egyikben sem, ez alig 100 éves 1905-ben készült el, historizáló, úgy, mint a budapesti műemlékek többsége, és gondoljunk arra, hogy amikor ezt ide felhúzták, akkor New Yorkban már ilyenek épültek. Mindegy, baromi jól néz ki, mindenképpen csekkoljuk. A brandenburgi kapu valamivel öregebb. Igazság szerint sokkal-sokkal öregebb, az 1700-as években épült, az aténi Akropoliszon található kapu mintájára, és eredetileg várfal is volt mellette, meg álltak ott mindenféle vámtisztviselők, meg adószedők, hogy megadóztassák azokat, akik be akarnak jönni a városba, aztán lebontották a várfalat mindenhonnan, és maradt itt a kapu magában. És az a helyzet, hogy ebben a kapuban benne van kb. Minden fontos, ami Berlinnel történt az elmúlt 200 évben. Kettő. Napóleon egy csata után magába vitte Párizsba, a tetején látható győzelem istennőt, Nikét, ám Párizs ereste után az gyorsan visszakerült a helyére. A középső kaput sokáig csak a császár családja használhatta, amíg volt császár. Aztán a nácik parádéztak alatta, majd maguk a németek lőtték szét Nikét, és az építményt, amikor az előre nyomuló szovjet csapatok kitűzték rá a szovjet zászlót. A keleti és a nyugati városrész együtt újította fel a háború után a kaput, viszont ide húzták fel a Berlin falat is, ami keleti és nyugati részekre bontotta fel a várost, de erről majd később. Ronald Reagan amerikai elnök itt követelte Gorbacsov, hogy bontsa le ezt a falat, ami végül le is omlott 1989-ben. De erről is később. Lényeg, hogy sok más berlini helyszínhez hasonlóan a megosztottság, meg az egység, meg a kelet és a nyugat, a kommunizmus és a nácizmus, és az újraegyesítés is olyan intenzitással van jelen ezen a helyszínen,
mint az erő Luke Skywalker családjában. És ugyanez igaz a Reichstagra, a régi parlamentre, ami az 1800-as évek végén épült, kb. Mint a budapesti parlament. Itt hozták a törvényeket, aztán máig nem tisztázott körülmények közt 1933-ban felgyulladt. Ég, mint a Reichstag! Minden esetre a tűz Hitlernek jött jól, aki a gyújtogatással a kommunistákat vádolta, erre való hivatkozással visszavonta a szabadságjogok nagy részét, és bevezette a totális diktatúrát az országban. Szóval mindig néz gyanakodva azokra, akik valamilyen eseményre hivatkozva próbálják elvenni a szabadságot. A háború alatt az épületet nem újították fel, sőt a szövetségesek előszeretettel bombázták. A háború után ez a nyugati oldalra került egy köpésnyire a berlini faltól, mivel azonban Nyugat-Németország kormánya bomban működött, nem volt miért újraépíteni. Végül az egyesítés után visszaköltözött ide az egy Németország parlamentje, az épületet meg a szupermenő Norman Foster tervei alapján építették újjá, neki köszönhető a londoni Millennium Bridge és az uborka is. Az általa tervezett üvegkupolán át be tudtok lesni a parlamentbe, és a tetőről be tudjátok látni az egész várost, dohányozni meg nem szabad. De nagyon nem. És tök jó látni, hogy Németország is tele van elmeháborodottakkal. Ezek itt mögöttünk például a Reichstag előtt azt követelik, hogy valamilyen módon mondjon le a német szövetségi kormány, mert hogy az valójában nem jogosan vezeti a német népet, és arra kérik szövetségeseiket, az oroszokat például, hogy segítsenek nekik ebben, hiszen a jelenlegi német vezetés az valójában csak a náci Németországnak a letéteményese, és hogy valójában véget sem ért a II. Világháború, tök bonyolult az egész, de az a lényeg, hogy szerintük még mindig a fasiszták uralkodnak itt Németországban, az Európai Unió projekt keretében, mármint az Európai Uniót is azért hozták létre, hogy valamiféle fasiszta módon vezethessék tovább Németországot a nagy tőkés vállalatok, meg ilyen multicégek. Na mindegy, szóval ilyen érdekes katyfasz az egész, és ők meg vannak győződve arról, hogy az oroszok majd segítenek nekik egy nap elzavarni innen a mostani kormányt, és akkor visszatérhetnek a boldog NDK-s idők, amikor ugye agyon lövöldözték az embereket, ha az egyik országból megpróbáltak átmenni a másikba, meg egyéb szórakoztató fejezetekkel. Tarkított időszakok voltak ugye ezek, és az a vicces, hogy az a fickó, aki ezt a leghangosabban követeli, oké, túlzok, mert hogy tök néma, de aki a zászló mögött ácsorgott, az pont úgy nézett ki, mint Lenin. Ami ugye mennyire jó ómen már, nem? Tehát, hogyha valamit szeretnék Németországban, látva azt, hogy mennyivel jobb volt nyugaton az élet, mint keleten, az az, hogy egy Lenin csuhás Foster átvegye itt a hatalmat, és az oroszok segítségével kezdje el irányítani az országot újra. És még mindig nem tudok napirendre térni a tüntetőink hülyesége mellett, szóval hogyha van olyan hely a világon, Észak és Dél-Korea mellett, ahol ez a két világkép élesen egymásnak feszül, és nagyon jól látszik, hogy melyiknek mi az előnye és a hátránya, akkor az Berlin, ahol ugye az egyik oldalon évtizedeken keresztül szabadon mászkáltak az emberek, jól éltek, jól szórakoztak, a másik oldalon meg agyonlőtték őket, hogyha a fal közelébe mentek, egyébként meg nyomorúságos kis odukban próbálták túlélni ezeket az évtizedeket, szóval Berlinben eléggé jól látszik, hogy melyik oldalhoz érdemesebb tartozni, és melyik a vidámabb barak. Szóval itt azért megpróbálkozni egy ilyen eszme újbóli elterjesztésével, az nem kicsi hülyeségre val, vagy bátorságra. Vagy mind a kettőre. És ha megnéztük a történelmi nevezetességeket, együnk valamit a város kevés megmaradt történelmi éttermeinek egyikében, a Maxim Moritzban, ahol véletlenül pont összetalálkoztunk a tulajdonossal, aki egy csomó érdekes sztorit mesélt a helyről. My name is Michael Kuhlmann, I'm the owner of the restaurant Maxim Moritz. One of only 10 still existing bars or restaurants in Berlin, which are older than 100 years. Maxim Moritz was founded by Monsieur Max Fournier, a German Jew with French roots and a great admirer of this cartoonist, German cartoonist and author Wilhelm Busch, who created these two characters, Max and Moritz, which in a way the people say reflect the childhood of Mr. Bush. The high time of the Maxim Moritz was during the Emperor times and in the Golden 20s. In 38, Monsieur Fournier, as a Jew, has to give up this place. He handed it over to a German couple, an Aryan German couple, which were friend of him. They hired him over the whole wartime in a little garden house in Berlin. So as a Jew, he survived the war in Berlin. And in 47, after the war, in 47, he took back the house, but just for 2 years, and then he died, 49, he died high of age. So this is really Berlin history. A lot of movies were made here as well. And the renaissance of the Maxim Moritz was in the 60s, when there was a student movement all over Europe. So there was a regular meeting here of the student groups, you know, to fight the system. And plus, you know, what we nowadays know at the Green Party, at that stage it was called Colored List, was found here as well.
In the moment, I can probably say that the Maxim Moritz is a restaurant where people from all over the world come because they want to taste the genuine German food and they want to have it in an ambiance, you know, which reflects the old Berlin, because 99% of the inner city was destroyed, was ruined, you know, and this is one of the only houses which survived. So this is a very special place, you know, and I'm quite proud that it's mine. Melyik itt a hal? Ja, hogy ez a hal? Igen, amikor beszélgettünk a tulajdonossal, akkor megkérdezte, hogy mit rendeltünk, és mondtuk, hogy steaket, mondta, hogy az jó. Valamint mondtuk, hogy ezt a halat, akkor egy ilyen arcot vágott, megkérdezte, hogy ettünk-e már ilyet, mondtuk, hogy nem, akkor még jobban ilyen arcot vágott, és aztán óva intett minket attól, hogy csak úgy nekivessük magunkat, belevessük magunkat a sózott halba. Milyen? Amúgy a hagyma finom. És hát mára ennyi. A következő videóban megnézzük a második világháború utáni Berlint, majd a modern nagyvárost. Addig is iratkozzatok fel a csatornára. Csodálatos volt ez a Berlin. Az emberek, a történelem, a kultúra. Hatalmas változásokon ment keresztül ez a város, amiből érdemes lenne tanulni, persze könnyű olyan fizetésekből fejleszteni. És amíg nálunk itthon csak fizetgetnek, addig mi is csak dolgozgatunk. Csináltam is nagyon sok fotót, amit meg akartam osztani ezen az internetes világhálón, amit a Feri mutatott nekem. De hát nálunk nincsenek nyugati bérek, és én nem a gombhoz varrom a kabátot. Ádám, te nem is figyelsz rám, hát te kihasználod a hazai pálya előnyét. Te visszaélsz azzal a helyzettel, hogy itthon roaming díjak nélkül tudod feltölteni a képeket a Facebook nevű internetes webkikötőbe. Csaba, látom, nekem kell elmagyarázni neked a Web2 ABC-jét. Nem Facebookozom, Instagramozom. És nem most töltöm, hanem a jövő héten, amikor Liechtensteinre utazom. Ezt nem értem. Pedig egyszerű, innoválok. Sokkal jobb külhoni magyarként megosztani belhoni fotókat. Az outsider odakint sokkal insiderebb. Mert bár ugyanazokat a homályos, szétszelfizett fotókat osztom meg, mint a többiek, azáltal, hogy ők itthon osszák meg, én meg külföldön, különbözöm a többiektől. Ez az, amit jól lenne, ha megértenél. Ez biztos elég drága mulatság lesz. Miért? A Vodafone Red EU csomagokkal az EU területén belül a hazai díjcsomagodat ugyanúgy használhatod, mintha itthon lennél, csak előveszel a telefonodat és kattintod az Instát. Véletlenül te nem vettél részt azon az informatika gyors talpalon, amit a múlt héten szerveztek a lépcsőházban? Ádám, Ádám, neked nemhogy felvágták a nyelvet, hanem ízekre szedték.